Ötödik alkalommal szerveztek Szárma Fesztivált a Topolyai Vásártéren. Hatalmas volt az érdeklődés, 68 csapat nevezett be. Három kategóriában folyt a főzés, hagyományos, vegetariánus és különleges szármát készítettek a főzőmesterek. Reggel 8 órától gyülekeztek a szárma főzők. Bőséges reggelivel kezdődött a nap, majd a versenyzők hozzáláttak a töltelék elkészítéséhez és a szármák felcsavarásához, amelyek aztán üstbe, bográcsba vagy cserépedénybe kerültek. A legtöbben hagyományos töltött káposztát főztek. Milyen a hagyományos szárma, hogy készül? A hús, a fokhagyma, bors, köménymag. Milyen hús kerül bele? Kevert hús, disznó meg marha hús kerül bele, így keverve csináljuk, és akkor így. A rizst előre megfőzik hozzá? Nem, mint külön. Beletesszük csak úgy, megmossuk és beletesszük a rizsát a szármába, úgyhogy nem szoktuk külön megfőzni. Milyen savanyú káposztát használnak hozzá? Hát... Gondolom, hogy házilag savanyított. Házilag savanyított káposztát használunk hozzá, hasábot, még káposztát is teszünk az aljára, meg füstölt oldalast még teszünk a lébe, hogy kellemesebb, jobb íze legyen neki. Látom, hogy a bográcsból úgy kifelé állnak a szármák, ez valami különlegesség, vagy pedig azért van, mert olyan sok van egy bográcsban? Hát sokat készítettünk azért, mert hogy elég nagy a csapatunk, 13-an vagyunk, aztán egy kicsit elszámoltuk magunkat, de hát ez van. Ez a titkos receptről azért valamit el lehet árulni, hogy mégis hogyan készül egy jó kis szárma? Persze, tehát jó alapanyagokkal kezdünk, jó fűszereket használunk, és sok-sok szeretettel, ügyességgel betekertük a szármát, aztán főzzük. Jó a hangulat! Az igazi jó szárma az, amit elfogyasztanak, amit megesznek szívesen. Mindenkinek más receptje van. A jó savanyú káposzta és a minőségi vegyes hús, ez az alapja, aztán mindenki a saját ízlése szerint főzi tovább a szármát, ki különleges fűszereket használ. Önök mit használnak? Tesznek-e bele például füstölt húst? Hát a füstölt hús nélkül még nem tudjuk elképzelni. Csak is füstölt hússal, füstölt oldalas. A jelen pillanatban még annyival meg van spékölve, hogy hát füstölt köröm is megy bele, úgyhogy az is benne van. De nagyon sokan egyébként ilyen hasonló módon csinálják. Voltak, akik vegetariánus szárma elkészítésével is próbálkoztak. A szárma igazi királyi eledel, emelte ki a zsűri elnöke, aki a versenycsapatok főzőmestereit jó tanácsokkal is ellátta. Egy igazi jó szárma gyakorlatilag ugye először kezdődik a káposztánál, az, hogy ez savanyított legyen a káposzta mindenképp. Ajánlatos gyakorlatilag a rizst előre megfőzni, és úgy beletenni ebbe a káposztalevélbe. Mindenképp a hús mellé célszerű, ha egy kis szalonna is kerül maga a töltelék részében, és alapvetően ez, hogyha betekerjük és elhelyezzük a lábasba, innentől kezdődően ugye a bors, só, paprika, ami belekerül. Egy kis szalonna azért nem árt, egy kis füstölt húsival. Én azt gondolom, hogy az ízharmónia tekintetében, hogyha ezeket beletesszük, akkor egy jó ételt kapunk. A szárma eredetileg egy magyar étel? Nem egészen. Én gyakorlatilag találtam egy 1698-as receptet, tehát abban az időszakban is már volt recept,
igazából annyival különbözött maga a recept, hogy abban még gyömbért is raktak, de tulajdonképpen az alkotó elemei ugyanazok. Nem tudom megmondani, hogy tulajdonképpen honnan is származik a szárma. Azt mondják, a szárma valójában egy görög eredetű étel, amit a törökök terjesztettek el a Balkánon. Bár Erdélyben korábban is készítettek savanyú káposztás húsételeket, az első írásos magyarországi töltött káposzta recept a 17. századból származik. Itt nálunk, Vajdaságban, a nyelvek, a népek és a kultúrák keveredése okán a töltött káposzta szárma néven lett elismerve. A rendezvényt a Topolyai Gazdakör szervezte. Idén rekordot döntött a Szárma Fesztiválon résztvevő főzőcsapatok száma. Tudni kell azt, hogy az első Szárma Fesztiválon még csak néhány csapat vett részt főzőként. Az idei évben 68 csapat jelentkezett be, és láthatjuk azt, hogy ez a rendezvény honnan indult és hogy hová fejlődik. Az idei évben abszolút rekordokat döntünk a résztvevők számát tekintetében. Nagyon örülök annak, hogy sokan jöttek Vajdaság egész területéről, és nagyon sokan jöttek Újvidékről, Beográdból is érkeztek csapatok, és folyamatosan fejlődik, és egyre többen vesznek részt ezen a rendezvényen. Miről szól ez a rendezvény, a Topolyai Szárma Fesztivál? Kezdetben azon gondolkodott, még az Origó csoport volt a kezdeményezője ennek a rendezvénynek, hogy egy olyan gasztrofesztivált hozzon életre, amely nincs itt a környékünkben. És úgy gondolom, hogy ez teli találat volt, hiszen a szármát az emberek nagyon szeretik. És mindenkinek vannak különleges receptje, illetve úgy gondolja, hogy az ő által elkészített szárma a legízletesebb. Nagyon sok jó szármát tettünk az elmúlt években, és azért tud népszerű lenni ez, mivel maga a szárma, mint étel népszerű. Tehát az idei évben a Vásártérre hoztuk át ezt a rendezvényt, ahol a Parasztolimpiát is szerveztük, hiszen túlnőtte magát maga a rendezvény. A szervezők a látogatók részére is több ezer szármát főztek, amit a helyszínen kedvező áron lehetett megvásárolni. Mondjuk egy átlag ember hány szármát tud megenni egyszerre? Hát szerintem az a kettő, maximum három. Mi a jó szármának az alapja? Hát most ezt sokféleképpen csinálják. Nagyon sokféleképpen csinálják. Mink vegyes húsba csináljuk, tehát egy harmad rész marhahús, két harmad rész disznóhús, és ezt ebből csinálunk körülbelül egy olyan kolbász hús alapot, és akkor aztán ahhoz megy hozzá még a vöröshagyma, rizse, meg hát ami kell még hozzá. Mennyi ideig kell főzni a szármát? Hát a főforra, akkor utána egy másfél-két orosszát kell főzni még. És akkor utána rögtön lehet tálalni? Aztán lehet, hát igen, akkor még aztán szoktunk rátenni még paprikát, még beízesítjük, és hogyha kell a levit még, akkor is úgy tálaljuk. Sokan a szármát tejföllel szokták még úgy gazdagítani. Ez hozzátartozik a mi gasztronómiánkhoz? Tehát, hogy tejföllel ízesítik a szármát? Hát most, hogy mennyire tartozik a gasztronómiához, de ez már régebbi szokás is. De van, aki szereti az szármához hozzá keveri aztán tejfölt, de van, aki még se eszi, úgyhogy ez, hogy szokták mondani, hogy ízlések, pofonok, hát mondják így. A nap folyamán többek között a Juhász zenekar szórakoztatta a vendégeket, de a Tornádó Táncklub tagjai is bemutatkoztak. A Szárma Fesztiválról nem hiányozhatott az igazi bácskai tambura zenesem, amit a Ravnica tambura zenekar szolgáltatott. Jó.
Egyébként a versenycsapatok és a szervezők végül több mint 10 000 darab szármát készítettek el.